Húsvétra hangoló, kreatív kézműves délutánt tartottak kedden a kolozsvári Planetárium kávézóban. A foglalkozás a fiatal családokat célozta meg, amíg a felnőttek a hagyományos tojásírás technikáját sajátították el, addig a gyerekek kézműveskedhettek, a legkisebbeknek pedig játszósarkot alakítottak ki. Azt gondoljuk, hogy Kolozsváron nagyon-nagyon sok fiatal család él, igazából egyre több fiatal család él, és Kolozsvára jellemző, hogy egyetemre érkeznek, majd egyetem után itt maradnak, hiányoznak a nagyszülők. A fiatal családok magukra vannak utalva, férj, feleség, esetleg baráti kör, és talán babysitter. Tehát ez jelenti Kolozsváron túlnyomó többségben a családokat. A fiatal családoknak szeretnénk egy olyan közösségi teret teremteni, és olyan közösségi alkalmakat, amikor egymással megismerkedhetnek. Kémenesi Bolya azt is megmutatta, hogyan lesz az otthoni főtt tojásból szép, piros, hímes tojás. Ilyen kis gicével, illetve mévi ilyen szükséges hozzá, és gyertya. Meleg gyertya fölött melegítik föl, beleteszik a viaszba, és utána már simán lehet írni. Utána a megírt tojásokat beteszik a festékbe, 5-10 perc után kiveszik, és meleg rongyal le lehet törölni a viasz helyét. És ott, ahol beírták, ott nyilván megmarad a tojásnak az eredeti színe, és akkor már kész is vannak a piros tojások. Itt vannak minták, többféle mintát kinyomtattuk, hogy ezért legyen valamilyen fogódzó, hogy milyen tojásokat festhetnek, és mindenki kedve szerint kísérletezhet. A főtt vagy kifújt tojásokat mindenkinek otthonról kellett hoznia. Minden más eszközt, a kesicét vagy gicét, a viaszt és a festéket a szervezők biztosították. Milyen mintát írsz éppen? Nem tudom, ami a fejemből jön. Nem szoktál mintákat követni? Nem, mikor, milyen kedvemben vagyok. És most milyen kedvedben vagy, mit fogsz rajzolni? Hát nem tudom, valami fenyőágszerűségre gondoltam. A gyerekek láthatóan nem követnek mintákat, hanem saját ötleteik alapján írják meg a tojásokat. Nem mintát írsz éppen most? Hát megpróbálnám ezt a mintát megcsinálni, de nem hiszem, hogy fog sikerülni, mert pillanat. Megpróbálnám. Nehéznek tűnik neked? Én egy másfajta írókával és próbáltam ki először, és ezzel még nem. Egy picit lehet, hogy nehezebb lesz. Milyen lelki töbletet adhat egy ilyen tojásírás így húsvét előtt? Hát nekünk fontos az, hogy így legalább együtt vagyunk, együtt vagyok a lányokkal, és ez egy nagyon jó közös családi tevékenység számunkra, és egy feltöltődést ad egy valamilyen szintű, ez egy készülődés tulajdonképpen az ünnepekre. Kérésemre az egyik kisfiú idei locsoló versét is elszavalta. Zöld erdőben jártam, felmásztam egy fára, kiukadt a nadrágom, kiesett a tojásom. Mit csinálsz te éppen most? Én még babázok. Babázol, te nem írsz még tojást? Nem. Várod a foglalkozásokat, amik itt lesznek? Igen. Igen, várom. Hány éves vagy? Ennyi. Tojásíráshoz szükséges jó kézügyesség? Hát szerintem inkább jókedv szükséges és elszántság. De gyakorlattal nagyon könnyen meg lehet tanulni. Ha a technikát elsajátítják, akkor minél többet gyakorolnak, akkor annál egyenesebbek lesznek a vonalak. Mi is csak így éppen gyakoroljuk. Senki nem szakértő itt a tojásírásban. A lényeg az volt, hogy együtt összegyűjjünk, a gyerekek hátul jól érezzék magukat, és hogy a felnőttek közösen együtt beszélgetve elkészítsék a húsvéti tojásokat, amit amúgy is megcsináltak volna otthon. Miért tartott fontosnak, hogy ilyen hagyományőrző tevékenységeket szervezzenek így húsvét előtt? Nekem mindig is tetszettek a hagyományőrző dolgok. Én például nagyon sok évig néptáncoltam, azért a szívemhez közel áll, és úgymond régen úgy nevezték a szülővárosomat, mint Kalotaszeg központját, Bánfűnyadi vagyok, és azért innen-onnan ragadt ránk ez meg az, hogy emiatt is szeretjük az ilyesmit. Az esemény a Planetárium Kids gyermek és családközpont beharangozója, amelyet május elején nyitnak majd.